Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az 5 millió eurót elérő vagy azt meghaladó értékű ingatlan ügyletek volumene 2022-ben mintegy 1 milliárd 250 millió eurót tett ki, 40%-kal többet, mint 2021-ben. Míg európai szinten jelentős visszaesés volt tapasztalható, addig itthon a 2008-as gazdasági válság utáni időszak rekordszintjére emelkedett tavaly az ingatlan ügyletek volumene. A lakáspiac oldalán picivel borúsabb a kép, az eladási árak 6%-kal nőttek ugyan, de a szomszédunkban zajló háború által kiváltott pánik, az építőanyag árának a drágulása, valamint a kivitelezési költségeknek az emelkedése csak kisebb arányú növekedést engedett meg, azonban a mérleg még így is a pozitív irányba billent el. 16 ezerrel több lakást adtak el tavaly, mint 2021-ben. Hangsúlyozni kell azonban, hogy itt nem egyszerű számháborúról van szó, az ingatlanpiaci statisztika fontos fokmérője egy gazdaság állapotának. Amerikában például a gazdasági elemzők egész hada várja az ingatlanpiaci jelentéseket, hiszen azok a lakosság beruházási hajlandóságát, a cégek befektetési képességét jelzik. A hazai gazdaság állapotáról, a világgazdaságtól való függőségéről, vagy ha úgy tetszik, kiszolgáltatottságáról beszélgetünk itt a ma esti 24 pluszban. Diósi László, a Romániai Magyar Üzletemberek Egyesületének az elnöke, valamint Nagy Zsolt üzletember a 24 plusz vendégei, interneten keresztül csatlakoztak hozzánk. Uraim, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Talán kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a gazdasági növekedés forrásának, motorjának az azonosításának a kérdése az mai napig sincs letisztázva a közgazdaságban, közgazdaságtanban, nem egy lezárt téma. Azonban nagyon úgy tűnik, hogy az kijelenthető, hogy mint a felvezetőben is fogalmaztam, az ingatlan piac az valahogy hajtja egy országnak a gazdaságát, vagy ha nem működik az ingatlan piac, akkor húzza lefele egy országnak a gazdaságát. Zsoltot kérdezném először, Nagy Zsoltot, hogy ennyire egyszerűen, leegyszerűsítve kijelenthető ez, hogy az ingatlan piac ilyen lakmuszpapír, ahogy a szalagcímben is írjuk? A kétségkívül, hogy nagyon szoros összefüggés van a között, hogy egy ország ingatlanpiaca hogyan alakul, és az ország gazdasági helyzete között. És miért? És azért, mert hogy ahhoz, hogy ingatlan piac működjön, ahhoz kellenek beruházók, akiknek van tőkéjük, kell finanszírozás, azaz kell legyen egy olyan banki szektor, aki perspektívát és lehetőséget lát abban, hogy hitelezze ezt a növekedést. Vannak nagy befektetők, akik ipari, úgy az ön által említett statisztikák, azok ipari jel vagy kereskedelmi jelen ingatlanokra vonatkozó beruházásokról szóltak, tehát hogy vannak ilyen jellegű befektetők, van fogyasztási szándék, tehát hogy pozitív a lakosságnak a hangulata, másik oldalról meg van fogyasztói érdeklődés, tehát hogy van olyan, aki kibérelje, teszem az irodaházakat, vagy bevásárlóközpontokat, vagy felvásárolja a lakócélra épített ingatlanokat. A másik ága ennek az, hogyha az ingatlanpiac működik, azt jelenti, hogy működik az építkezési ipar is, azaz, hogy van aktív munkaerő, vannak építkezési vállalatok, tervezők, építőanyagbeszállítás, netán termelés, és így tovább. Tehát ezért egy nagyon összetett rendszer mindaz, amit az ingatlanpiac jelent, és ezért használják nagyon sokszor a fogyasztási mutatók körében az ingatlanpiacot is, mint fokmérőt. A felvezetőben a GLL Romániának a jelentését idéztem. Diósi Lászlótól kérdezném azt, hogy annak ellenére teljesített nagyon jól Románia az ingatlan szektorban, hogy Európában lassulás volt megfigyelhető, és Romániában mindeközben a 2008 utáni időszaknak a rekordszintjét értük el. Miben vagyunk mi jobbak, miben vagyunk másak? Minek köszönhetjük ezt az elsőbséget?
Igen, valóban tragikus számok jöttek sok országból, például Németországban 74%-kal csökkent az ingatlan piaci tranzakciók száma, az Egyesült Államokban pedig nemrég mérték a 22 év, az elmúlt 22 év legalacsonyabb keresletét ingatlanokra. Ezeknek az oka általában összetett természetesen, egyrészt az ingatlanok nagyon nagy mértékben megdrágultak. 2015 óta folyamatos drágulást látunk mind az ingatlanok, mind a bérlemények piacán, bár az ingatlanok drágulása meghaladta a bérlemények drágulását. De másrészt a megélhetési költségek megnövekedtek, és a jelen inflációs környezetben fölmentek a kamatok, amik sokak számára elérhetetlenné teszik az ingatlan hiteleket. Na most Románia több szempontból is más. Egyrészt itt egy tényleges ingatlan hiányról tudunk beszélni, amit még mindig nem tudtunk a piacon betölteni. Tehát megnézzük azokat a statisztikákat, hogy az egyfőre eső alapterület és négyzetméterben, és akkor még nem beszéltünk a minőségről, akkor Románia az sereghajtók között van Európában. Tehát itt még mindig bőven van helye ahhoz, hogy ingatlanokat értékesítsenek, és van rá igény, amit Zsolt is mondott, ez nagyon fontos dolog. És van rá fizetőképes igény is, mert hogyha megnézzünk egy másik statisztikát, akkor 2015 óta Romániában jelentősen javult a lakáshoz való hozzáférhetőségnek a száma. Van egy bizonyos olyan költség, jövedelem hányados, amit mérnek a világban, és nagyon sok országban, például a leginkább Luxemburgban, Törökországban és Magyarországon is nagyon nagy mértékben megdrágult a lakáshoz való hozzáférhetőség, Romániában pedig csökkent, tehát a reál jövedelmek nagyobb mértékben nőttek, mint ahogy drágultak a lakások, ez pontosan ezt jelenti. Ezzel együtt viszont nagyon sok romániai vásárló, legalább 50%-a az ingatlanpiaci szakértők szerint még készpénzért vásárol, tehát nem hitelből. Ez is mutatja azt, hogy itt majd később jön ezzel a probléma. Ezzel együtt azok az indikátorok, amik mutatják, hogy mennyi ingatlan fog épülni a következő évben, tavaly június-júliustól elkezdtek csökkenni, tehát kisebb számú építési engedélyt adtak ki lakóprojektekre, tehát valószínűleg azért az idei forgalom kisebb, ez mutatja már körülbelül szeptembertől az árak megtorpanását a piacon, ami az új építésüknél kisebb volt, a használt lakásoknál pedig 1-2-3%-kal nagyobb mértékű. Amikor ingatlan piacról beszélünk. Még egy kis adalékot ehhez, és pedig az, hogy a felvezetőben említett mindegy 1,5 milliárd eurós tranzakció, az, ami a kereskedelmi jellegű ingatlanokra vonatkozik, ennek egyetlen egy csoport, tehát a Pavel testvérek tulajdonában levő befektetési csoport majdnem 500 millió eurót költött irodaházakra Bukarestben és Kolozsváron. Tehát itt van benne egy torzítás, ez az ellen mindenképpen fog hiányozni 2023-ból, mert az biztos, hogy ők még egyszer nem fognak fél milliárdot elkölteni ingatlan vásárlásra, illetve irodaház vásárlásra. De az kétségkívül igaz, hogy még mindig nagy az igény fejlődésre, új irodaházakra, kereskedelmi jellegű, akár csarnokokra, akár kereskedelmi áruházakra, továbbra is nagyon nagy a kereslet. Egyébként az idézetjelentésben azt is megjegyzik, hogy 1990 óta először fordult elő, hogy a hazai befektetőknek a részesedése az meghaladta az 50%-et, tehát az övék volt a legnagyobb, romániai befektetőké 52, akkor ha jól értjük, akkor a Pavel testvérek köszönhető ezt, hogy ilyen nagy volt a hazai részesedés? Hát ők egyedül kiteszik több mint 30%-át ennek a teljes forgalomnak, és ez csak egy tranzakcióból, úgyhogy ugye ők a Dideman csoportnak az alapítói, és az ott felhalmozott tőkét már 2018 óta folyamatosan forgatják az ingatlan piac fele is, amellett, hogy tőzsdén is felvásároltak különböző vállalatokat. Nos, nem csupán az ingatlan piac tekintetében állunk jobban más európai országoknál, hanem az autók tekintetében is. Például a ma közzétett jelentés szerint Romániában sokkal több személyautó került forgalomba, új autót írtak forgalomba 2022-ben, mint más európai országokban, tehát itt nyilván arányosan beszélünk, míg Európában
4,1%-kal csökkent, addig Romániában 6,-valahány%-kal nőtt. Ennyi pénzünk van? Hát, ugyanaz a helyzet itt is, hogy nagyon nagy a kereslet. Tehát ugye Romániának a gépkocsi állománynak az élettartama az egyik legnagyobb az Európai Unióban. Tehát értelemszerűen itt van a legnagyobb szükség cserére. Úgyhogy ez a százalékban kifejezett növekedés darabszámban semmiképpen nem összehasonlított az, amit Németországban, Franciaországban és Spanyolországban értékesítenek. De növekedés van kétségkívül, és az előző évhez képest van növekedés. Ennek több oka is van. Egyrészt, mint mondtam, az, hogy nagyon nagy a kereset, mert előregedett gépkocsi parkkal rendelkezünk, hogy az embereknek még mindig van befektetési vagy vásárlási kedvük. Emlékezzünk vissza a 2008-as nagy pénzügyi világválság is, mint egy másfél éves késéssel gyűrűzött be Romániába. És harmadrészt meg igenis benne van a romániai mentalitásban ez a költekezési hangulat. Azt gondolom, hogy ebben is lesz majd változás 2023-ban, azt mondom, hogy csökkenés, de mindenképpen lassulás várható szerint. Hát beszéljünk arról, hogy mi várható. Beszéltünk a múltról, hogy milyen volt a 2022-es év az ingatlanpiac szempontjából, hogy mennyire remekelt Románia, milyen volt az autópiac szempontjából, hogy milyen jól teljesített Románia. Nyilván, ha az arányokat nézzük, nem pedig az abszolút számokat. Nem arra kérem Diósi Lászlót, hogy jósoljon, hanem arra, hogy a trendeket figyelve próbáljon megállapítani az idei évre vonatkozó, nem szentenciát, hanem azt, hogy mi várható itt. Valóban az lesz, hogy majd észbe kapunk, és ugyanúgy, ahogy a nyugatiak, és azt mondjuk, hogy hát nem biztos, hogy a költekezés időszaka a mostani? A gazdasági stabilitás úgy gondolom, hogy a következő évre adott, bár az elemzők kezdenek abban egyetérteni, hogy nem szeretnének beszélni 2023-ról. 2024-ben majd minden tökéletes lesz, hagyjuk ezt az idei évet, majd eljön a következő év. Ellenben most a legújabb számok alapján úgy tűnik, hogy egyre több elemző vagyok arra a véleményre, miszerint egy kicsit túllépték a gazdasági válsággal kapcsolatos előrejelzéseket. Romániát illetően nagyon sok kockázat van. Tehát kezdjük ott, hogy függünk az Európai Uniótól hatalmas mértékben, és a következő két év, beleértve a mostanit is, az nem az Európai Uniónak lesz az éve. Úgyhogy ott mindenféleképpen, ha nem is csökkenés, de stagnálás és enyhe növekedés várható, ami pontosan meghatároz azt is, hogy a mi növekedési kilátásaink milyenek. Nagyon nagy szürke ló az egészben az energiaár. Az energiaár, amit még mindig nem tudunk, de úgy tűnik, hogy a korábbi olcsó energiamixsel nem fogunk tudni tovább menni. Szerencsére itt azért Romániának van egy bizonyos autonómiája, tehát képes saját energiát is előállítani. Ami viszont nagyon fontos az, hogy a makrogazdasági mutatók szerint Románia viszont nagyon jól teljesít, tehát a költségvetés nincs nagyon eladósodva, összehasonlítva a többi országgal 50% körüli, a költségvetés éves hiánya meg fogja haladni a 3%-os normális szintet, de valahol 4,4 és 5,7% között lesz, és 2023-34 évben már el fog kezdeni csökkenni az infláció jelentősen. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy következő évre jól fel tudjunk készülni, de ahogy Zsolt is mondta, azért a 23-as évben nagyon sok korrekció vár még ránk. Elsősorban a megélhetési költségek növekedésének, elsősorban a fennmaradó inflációnak, és annak is, hogy nagyon sok korábbi stimulus elfogyott, tehát elfogytak a Covid időszakban felhalmozott pénzek, és ne feledjük el azt sem, hogy 2023 egy olyan év lesz, amit majd választási évek követnek Romániába, tehát ilyenkor mindig is kicsit a kormányzatok bespórolnak, hogy legyen mit költeni majd a következő években. Hát azt mondom, hogy van jó hír és rossz hír is 2023 vonatkozásában. Ami óvatosságra int, azok a kamatlábak jelenlegi szintje.
Ez azért érdekes, mert azt gondolom, hogy ezekkel a kamatlábakon nagyon nehéz fejlesztési hitelt felvenni, mert nem fogja megérni a pénzügyi számítás, a végén nem jön ki pozitívra, és ezért lehetséges az is, hogy az egyéni beruházások, lakásvásárlás, autóvásárlások is valamilyen módon csökkenjenek, hiszen legalábbis az év első felében ezekkel a magas kamatlábakkal kell majd számolni. De a minden előrejelzés azt mutatja, hogy Diósi László is mondta, hogy csökkenő tendenciát fog mutatni majd az infláció az év második felétől kezdődően, és akkor ezt követően a kamatlábak is vélhetően lefele mennek. A jó hír meg az, hogy Románia nagyon jól startolt az újraépítési alap felhasználásában, és ezért van egy olyan plusz energiatöltet a román gazdaságban, fejlesztések, építkezések, infrastruktúra fejlesztés területén, ami segíti az egész gazdaságnak a pozitív lendületét. Most nyilván beszélhet Nikolaj Csuka kormányfőből a kötelező politikusi optimizmus is, de ő 2 nappal ezelőtt a külföldi befektetőtársaság alapításának a 25. évfordulója alkalmából arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a GDP arányos 7,2%-os beruházásokra elkülönített költségvetési tétel, ez rekordmértékűnek számít, történelmi léptékben nézve soha nem volt még ilyen magas Romániában, és hogy szerinte ez optimizmusra ad okot a 2023-as évet illetően. Most ennyivel el lehet intézni a 2023-as év optimizmusát a kormány részéről? Hát nézze, hogyha Szerintem befektetők azért. társaságáról beszélt, akkor értem szóval, hogy ezt kellett mondania, és ez helyén is van. És ez igaz is lehet. De, mint mondtam, ez a jó hír, és vannak kevésbé jó hírek, és pedig az, hogy lesz egy fogyasztási megtorpanás minden kétséget kizáróan. Azt gondolom, hogy nem lesz olyan mértékű, hogy összességében a mérleget negatívá tegye, tehát még mindig pozitív lesz a romániai gazdasági mutató, de valamennyi csökkenés majd beáll a fogyasztás területén, és előretörés várható a beruházások, nagy fejlesztések területén. Ez 7%-ot meghaladó szám azért is nagyon fontos, mert hogy ez volt a feltétele az uniós alapok lehívásának. Tehát, hogyha ennél kisebb lenne a beruházási összeg, beruházási arány, amit elköltünk a költségvetésből, akkor nehézségek merültek volna föl, és érthetően a kormány most mindent erre az irányba fókuszál, hogy ezt a hatalmas pénzt meg tudjuk kapni és fel tudjuk használni. Hiszen évek óta Románia növekedése alapvetően fogyasztási alapú, és nincs nagyon nagy baj egy fogyasztási alapú növekedéssel, hogyha az kellőképpen ki van egyensúlyozva a felhalmozásokkal is, és a számok azt mutatták, hogy hosszú-hosszú évek óta az eszközök felhalmozása az nagyon alacsony mértékű volt, tulajdonképpen feléltük saját magunkat, és a külföldről vontuk be. Ez meg is látszik a mérlegünkön, hiszen 2022-ben rekordot döntött ismételten a külkereskedelmi mérleg hiánya, ami fenntartható, hiszen nagyon sok pénzt küldenek haza külföldről, sok külföldi beruházás van, tehát a jegybanknak még tudtak is növekedni 54 milliárd euró környékére a devizatartalékai, viszont évek óta, megelőző években az volt a trend, hogy a költségvetés hiányából tulajdonképpen napi fogyasztást, nyugdíjakat, szociális segélyeket finanszíroztunk, ami nem fenntartható. Ezért ez egy nagyon jó hír, hogy most sikerült beruházásokra találni a pénzt. Hazai gazdaságról beszéltünk itt az elmúlt közel 20 percben. Azt ígértem a felvezetőmben, hogy világgazdaságról is szó lesz, illetve a világgazdaság hazai gazdaságra gyakorolt hatásairól. Ha a világgazdasági prognózisokat nézzük, akkor vannak igencsak pesszimista jóslatok, amelyek szerint a fejlődés visszaesés fogja követni, és erre csak rátesz egy nagyon nagy lapáttal az éghajlatváltozás, ami nagyon-nagyon komoly kihívások elé állítja az egyes országok gazdaságait, és nagyon-nagyon bizonytalan évtizedeket vetít előre ez az egyenlet. Fel vagyunk készülve mi Romániában, illetve elmondhatja magáról egyáltalán
valamelyik ország, hogy ő felkészült ezekre a kihívásokra? Hát azt gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezekről a dolgokról valamilyen módon előre tervezetten beszélünk, hiszen hogyha a klímaváltozásra vonatkozó párizsi egyezményre gondolunk, hogy azt jelenti, hogy több mint egy évtizede óta, vagy majdnem két évtizede gondolkodunk arról, hogy a klímaváltozást hogyan lehetne lassítani, és hogyan készülünk fel annak hatásaira. Nem készült meg fel még az egész világ teljes mértékben, ez kétségkívül igaz. De legalább valamilyen módon beszélünk róla, részesei vagyunk azoknak a trendeknek, például az Európai Unió zöld programjainak, ami arról szól, hogy hogyan fékezzük a klímaváltozás hatásait. Másrészt meg azt kell mondanom, hogy Románia szerencsés helyzetben van, mert földrajzilag olyan adottságai vannak, ami bár a klímaváltozás mindenképpen érinti, de nem olyan tragikusan, mint azokat a világrészeket, ahol szigeteket fog ellepni a megnövekedett óceán szint, és embereknek lakóhelyei vagy termőföldjei szűnnek meg emiatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó ezeket a trendeket követni, és megpróbálni az ebben rejlő lehetőségeket is kihasználni ugyanakkor, mert ez új iparágakra, zöld átállásra kínál lehetőséget olyan fejlődő gazdaságoknak, mint a romániai. Davosban zajlik az 53. világgazdasági fórum, ez holnap fog véget érni. A fórumnak a panelbeszélgetései az együttműködés a megosztott világban témaköré épülnek, és megjelent már a globális kockázatokról szóló jelentése a Davoszi Világgazdasági Fórumnak, és ez az első helyen említi a megélhetési költségeknek a növekedését, ezt követik a természeti katasztrófák, szélsőséges időjárási jelenségek, és a harmadik helyen a geogazdasági konfrontáció áll, amelyet ugye itt közvetlen közelünkben mi az orosz-ukrán háborúban érzünk, de hogy az orosz-ukrán háború mellett még vannak sajnos konfliktusok a világban. Romániára nézve mit jelentenek ezek a kockázatok, ezek a veszélyforrások, Biosi László? Úgy gondolom, hogy napi szinten éljük ezt, tehát napi szinten éljük és tapasztaljuk a megélhetési költségek növekedését, az inflációval kapcsolatos problémákat, és azt a problémát is, amit a konferenciát megelőző statisztikák előrejelzések előrevetítettek már, hogy 2023-24-ben a növekedés és a gazdasági jólét egy jó része át fog tevődni az ázsiai térfére. Tehát a növekedés világmotorjai azok Kína, India, Indonézia lesznek, legközelebb Törökország van ahhoz képest, ami nekünk fontos lenne ezek közül. Ahogy Zsolt is mondta, mi privilegizált helyzetben vagyunk annál is inkább, mert hogy a zöld energiák és az ide sorolhatom akár a földgázt is, tehát az is egy alacsony kibocsátással termelő energia tekintetében jól állunk. Természetesen, mivel Romániában élünk, ezért az egyik része nagyon jó, hogy sok lehetőségünk van napelemparkok telepítésére, és nagyon sok vízerőművünk van, azonban az előregedett infrastruktúra ezt ki tudja, meddig fogja bírni. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy már nem tudják bekapcsolni a naperőműveiket a helyi telepbe, úgyhogy inkább helyi akkumulátorokat kell telepíteni. Tehát én is mindenképpen úgy gondolom, hogy mi jól felkészültünk a következő egy évre. Nagyon sok része a gazdaságnak sokkal-sokkal stabilabb, mint az előző két válságnál, akár a 2008-asnál, akár a 2021-esnél, a Covid válságnál, összesen hasonlítható, tehát nem kell arról számolnunk, hogy ingatlanpiac, bankszektor, bármi is összeomolna. Nálunk itt egy sokkal jobb élet lesz, mint a világ nagyon sok pontján a következő két évben. Na, Zsoltól kérdezném, hogy a szomszédunkban zajló geogazdasági konfrontációnak valamilyen szinten lehetünk mi a nyertesei? Most lehet, hogy csúnya dolog arról beszélni, miközben emberek halnak meg az egyik országban, hogy annak a helyzetnek
mi romániaiak a nyertesei legyünk, de hogy értsük jól ezt a kérdést. Hát nézzem, mindig, amikor egy közvetlen szomszédságban, egy előre nem látott helyzet miatt, ebben az esetben egy háború miatt a gazdasági élet megáll, mert szinte teljes mértékben megállt Ukrajnában, akkor valaki be kell töltse azt a szerepet. Tehát nem maradnak üresen székek, nemrég hallottam ezt a mondást valakitől, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy nem maradnak üresen ezek a székek, úgyhogy valaki el fogja foglalni ezt a helyet, amit az Ukrajnában zajló termelés jelentett például. És hadd mondjak egy nagyon konkrét példát. Románia az egyik nyertese annak, hogy Ukrajnából nem lehetett 2022-es évben sót, útszóró sót exportálni, és ezért a romániai útszóró só export az exponenciálisan megugrott. Tehát ilyen 5-6-szoros növekedést látott Románia ezen a területen az elmúlt években. Ugyanez lehet a gabonákkal, gabonával, ugyanez jelenthet egy esélyt a Romániában is nagyon jelentősen jelenlevő acéliparnak, és ugyanez jelentheti Magyarországnak is az esélyt az ottani acélipar újrarendítésére és megmentésére. Tehát vannak ilyen konjunkturális helyzetek, de ezekre nem lehet hosszú távon számítani. Inkább az a kérdés, ami az építő jelleggel bír, hogy Románia képes lesz-e részt venni majd abban a gazdasági fejlődési erőfeszítésben, ami Ukrajnának az újraépítését fogja jelenteni. Hiszen arra lesz majd egy nemzetközi marshalltervnek megfelelő vagy ahhoz hasonló adakozási szándék, és azokból az alapokból, illetve a román gazdaságnak, gazdasági szereplőknek az a kérdés, hogy lesz-e tere, ki tudják használni azt, hogy ott részt vegyenek az újraépítésben. De hadd mondjak még egy gondolatot Davosról. Ott nem csak a veszélyekről és a fenyegetettségről volt szó, hanem például a jövő szakmáiról is, és arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet játszik már most, és milyen szerepet fog játszani a jövőben az új munkahelyek kialakításában, és azt gondolom, hogy ez is egy jó lehetőség Románia számára, hogy egy jól fejlett és viszonylag érett állapotban levő IT ipart tovább erősíteni ebbe az irányba, hogy a mesterséges intelligencia területén fejlesztenek ki egyre több alkalmazást és céget, amely világszinte versenyképes tud lenni. Van még 2 percünk, uraim, osztuk el ezt a 2 percet önök között. A kérdés pedig mindkettejükhöz az, ha jól értem, akkor alapvetően optimistán, vagy ha optimistán feltétlenül nem is, de pessimistán nem néznek a feltétlenül a 2023-as esztendő elé. A nézők hogyan viselkedjenek 2023-ban? Úgy, mintha semmi nem történt volna, vagy azért figyelmesen kell szemlélni azt, hogy mi történik körülöttünk? Szerintem abból, amit eddig beszéltünk, nagyon látszik, hogy a 23-as az mindenképpen átmeneti év. Tehát mindenkinek azt tudom javasolni, hogy nagyon nézze meg a költségeit, fogja vissza a kiadásait, tartalékoljon, lehetnek turbulenciák az év folyamán, tehát az, hogy általában optimistán látjuk, az nem jelenti azt, hogy nem lesznek hullámhegyek, hullámvölgyek menet közben, ez egy rázós utazás lesz. Tehát mindenféleképpen költségmegfogás, tartalékozás, nagyon, mivel ilyen magas a kamathelyzet az embereknek, kerülnie kell az eladósodottságot, és felelősen gondolni a befektetéseikre is. Semmiképpen befektetéseket illetően nem teszünk mindent egy szakajtóba, és úgy gondolom, hogy a kockázatosabb befektetések még ráérnek. Most inkább a konzervatív, kockázatkezelő, kockázatmenedzselő magatartásnak van itt az ideje. Nagy Zsolt? Hát azt gondolom, hogy minden ilyen nehéz helyzetből tanulunk. Ugye a Covid-válságból is megfelelő tanulságot levontuk. Az elmúlt egy évből azt gondolom, mindenhol megtanultuk, hogy figyeljünk jobban a költségeinkre, legyünk energiatakarékosabbak és keressünk alternatívákat arra, hogy hogyan fűtsünk, hogyan melegítsünk, hogyan világítsuk ki az otthonainkat, és mindenképpen egyetértve azzal, hogy az elautosodást kerülni kell, de ugyanakkor mindenkinek ajánlom, hogy figyeljen, mert ilyenkor megjelennek a jó
beruházási, befektetési lehetőségek is. Legyen ez a végszónk Nagy Zsolt üzletembernek, valamint Diósi Lászlónak, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnökének. Köszönöm, hogy itt voltak a 24 pluszban, és válaszoltak a kérdéseimre. Köszönjük a lehetőséget! Köszönjük szépen! Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. 24 plusz hétfőn itt az Erdélyi Magyar Televízióban várjuk Önöket. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!